Egyeztettek az érintettek az áramszünetek miatt. Új szívmonitort kap a kórház. Tető égett Gyöngyöstarjánban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt hetekben rendszeressé váltak az áramszünetek a Felsőmátrában. Balázs József országgyűlési képviselő és a helyi szolgáltatók összefogással próbálnak megoldást találni a fennálló helyzetre. Csak a múlt héten több mint 20 órán keresztül nem volt áram a Felsőmátrában. Nem kevés bosszúságot és bevétel kiesést okozva ezzel a helyi szolgáltatóknak. A turisztikai létesítmények vezetői összefogtak, így próbálnak megoldást találni a hetek óta fennálló helyzetre. Az áramszolgáltató által javasolt megoldási lehetőséggel ugyanis nem elégedettek. Az EMASZ-tól mindössze olyan nyilatkozatot kaptunk, hogy mi vásároljunk különböző hálózati eszközöket, amivel saját magunk tudunk áramot fejleszteni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez 2013-ban nem megoldás, itt a szolgáltatónak kell biztosítani az áramot, és nem csak a sípájának, hanem a teljes falunak, hiszen itt 600 ember lakik folyamatosan. A Mátra-Szentimrei Narát Hotelnek több százezer forintos kárt okozott az idei első komolyabb áramszünet. A szálloda dolgozóinak, ráadásul a felháborodott vendégeket is többször kellett már kárpótolniuk. Hogy a jövőben elkerüljék a hasonló helyzeteket, a szálloda vezetősége a fejlesztés mellett döntött. Mi a saját belső hálózatunkat fejlesztettük és alakítjuk át annak érdekében, hogy minél kényelmesebben tudják a vendégek azt az időt is eltölteni, amíg az áramszünet tart, és a szolgáltatásokban minél több mindent tudjanak igénybe venni. Mivel a Mátrában üzemelő panziók és a vendégházak kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint a nagy szállodák, a saját áramfejlesztő beszerzése nekik nagyobb problémát okoz. Nem tudunk sajnos mi komolyabb áramfejlesztőt beszerezni, utána néztünk ezeknek, és a beruházási költsége ezeknek azért elég magas. Azon gondolkozunk esetleg, hogy egy kisebb áramfejlesztő, kisebb aggregátorral megoldjuk a legfontosabb berendezéseknek az üzemelését. A több mint 600 felsőmátrai lakos és a helyi szolgáltatók életét is megkeserítő helyzet megoldását Balázs József országgyűlési képviselő is fontosnak tartja. Egy sajtótájékoztató keretein belül találkozott az érintett felekkel. Az elmúlt években milliárdos nagyságrendű beruházások, fejlesztések készültek el, és a következő időszakban is újabb, nagyon komoly fejlesztések fognak elkészülni a turizmus fejlesztése érdekében. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mátra újra egy jó útra tud lépni, de ez áram nélkül nem fog menni. Balázs József elmondta, amennyiben nem sikerül helyi szinten kezelni a problémát, az országgyűlés elé fogja terjeszteni az ügyet. Keressük az EMASZ illetékeseit is az ügyben, további részletek várhatóan a holnapi aktuálisban. 21. századnak megfelelő korszerű szívmonitor összegyűlt az idei városbáli felajánlásokból a Bugár Pál Kórház legújabb életmentő berendezésének ára. A több millió forintos eszközt régiónk jelentősebb vállalkozásainak adományaiból és a báli belépőkből sikerült megvásárolni. A városvezetés és a vállalkozói szféra közös szervezésében már harmadik alkalommal megrendezett városbálon, az előző évekhez hasonlóan idén is a jótékonyság került a középpontba. Minden városbálnak van jótékonysági célja. Ez az est az összefogás és a jótékonyság jegyében is mondható. A Bugár Pál Kórháznak van felajánlás eszközfejlesztése, hiszen azt hiszem, hogy mindnyájunk egészség a legfontosabb, és ha egészségünk csorbát szenved, akkor a lehető legjobb körülmények között szeretnénk meggyógyulni. A gyógyulás segítő, több millió forint értékű eszköz az intenzív osztály munkáját fogja segíteni. Egy olyan monitorról van szó, ami alapértékeket tud mutatni a betegek ellenőrzésénél, azon kívül PIKO lehetőséggel is bír. A PIKO lehetőség az azt jelenti, hogy a beteg minden egyes szívlökésénél tudjuk, mekkora lökett térfogatot adott, milyen szívfal feszülése van, milyen PESZ térfogat keringést illetően. Ez azért fontos, mert így, ha az orvosok beadnak valamilyen gyógyszert, akkor azonnal láthatják a monitoron, hogy mit is befolyásoltak ezzel a szív működésében. Olyan szinten összekovácsolta az itt élőket és a régiónkbeli cégeket ez a cél, hogy az előzetes terveket messze felülmúló adomány gyűlt össze.
Ehhez a kórházat 3,5 éve működtető cég is hozzájárult. Előzetesen, amit a cégek biztosan felajánlottak, az, ha jól tudom, 3,5-3,6 millió forint körül van. Ehhez még hozzá fog jönni a ma estének a bevétele, belépőből és egyéb bevételekből. Úgyhogy nem tudjuk, hol lesz a vége, akárhol is lesz a vége. Én azt ajánlottam fel, hogy legalább 1 millió forintot hozzáteszünk az eddigi adományokhoz, vagy hogyha ez így jön ki jobban, akkor felkerekítjük 5 millió forintot. Az összefogás pedig nem példanélküli városunkban. A múltban már előfordult hasonló gyűjtés a kórház számára. Így ennek az eszköznek a beszerzése méltóképpen állít emléket a kórház jubileumára. Hiszen, hogy ebben a mai összefogással Gyöngyös polgárai a múlthoz méltóan ünnepik a kórház alapításának 175. évfordulóját. A rekord adomány mellett idén másik rekord is született. Közel másfélszer annyian jöttek el az idei városbára, mint tavaly. A 220 főnyi vendégsereget vacsora közben hazai sztárok és helyi tehetségek műsorával szórakoztatták a szervezők. Kigyulladt egy családi ház ma hajnalban Gyöngyöstarjánban. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A házban egy idős pár is lakott, nekik sikerült időben kimenekülniük. A ház lakhatatlanná vált. Ennek a családi háznak a tetőszerkezete égett le teljesen ma hajnalban Gyöngyöstarjánban. A gyöngyösi tűzoltókat riasztották először, később a 60-i egységek segítségére is szükség volt. A kiérkező egységek megállapították, hogy egy 150 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében, így más egységeknek a leriasztására is intézkedtek. A 60-i hivatásos tűzoltók is a helyszínre vonultak, valamint a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is, aki később átvette a tűzoltásnak az irányítását. A szomszédok is nagyon megijedtek, mikor észrevették az égő tetőt. 200 méterre lakom innen, és akkor onnan nagy pattogás, nagy tűz, a szomszéd tetőn fölül van a láng, atya úristen, mondom, ég a fagyri bátyám háza. Szerencsém van nagyon nagy, mert ha ez a nagy hóesés nem lett volna, az én házam is leégett volna teljesen. Jól látható, mekkora károkat okozott a tűz. Az utómunkálatoknál lebontott tetőszerkezet gerendái füstölögve, elszenesedve hevertek a földön. Mivel a tető hatalmas lángokkal nagy terjedelemben égett, ezért a tűzoltók közel másfél órán keresztül oltották a tüzet. Az épületből két gázpalackot sikerült időben kihozni, személyi sérülés nem történt. Közel 20 hivatásos és 6 fő önkéntes tűzoltó másfél óráig küzdött a lángokkal. A családi házban két idős személy lakott, szerencsére ők nem sérültek meg. A tűzben a családi ház teljesen lakhatatlanná vált, ezért az idős emberek oda már biztosan nem tudnak visszamenni. A tűz okát a szakértők még vizsgálják. Két gyöngyöstarjáni férfit bántalmazott vasárnap reggel egy gyöngyösi férfi a város egyik büféjében. A szóváltás után ököllel megütötte az egyik férfit, majd a későbbiekben a másik gyöngyöstarjáni férfit is bántalmazta. A tettest a kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták. Garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult ellene büntető eljárás. A szomszédok egymásért mozgalom meghonosítását és a felső városőrség létrehozását javasolták azon a lakossági fórumon, melyet pénteken tartottak a felsővárosi általános iskolában. A civil kezdeményezésként létrejött fórumon a közbiztonság rossz helyzetére hívták fel a figyelmet, és a hatóságokkal történő szorosabb együttműködést javasolták. Tarthatatlan a kialakult közbiztonsági helyzet a felsővárosi Papföldi játszótéren és környékén. Erre hívta fel a lakosok figyelmét az a civil kezdeményezés, mely szerint a cselekvés tovább nem halogatható. A Papföldi játszótéren ugyanis rendszeresek a kutyaviadalok, a lovak futtatása, nemrég pedig egy lakásbetörés is történt a környéken. A civil fórum résztvevői elhatározták, hogy a biztonság érdekében a lakosok összefognak és meghonosítják a szomszédok egymásért mozgalmat. Elindítunk egy olyan új kezdeményezést, egy olyan mozgalmat, amiben gyakorlatilag mi egymásra támaszkodva, közösen összefogva fellépünk a saját biztonságunk érdekében. A fórumon, melyen részt vett a polgárőrség és a közterület felügyelet képviselője is, leszögezték, hogy szükség van a szemléletváltásra. Az aktív civil együttműködés keretében a lakosoknak, maguknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy figyeljenek egymásra, ha gyanús autókat látnak, írják fel a rendszámot, szóljanak a hatóságoknak is. A fórumon szót ejtettek a felsővárosőrség létrehozásáról is. Meg fogunk alakítani egy felsővárosőrséget, amelyben civilek
a szabadidőnk terhére egy járőrszolgálatot fogunk indítani, gyakorlatilag preventív jelleggel. Az új civil szerveződés bízik abban, hogy a hivatalos rendvédelmi szervekkel és a polgárőrséggel szoros együttműködés alakítható ki törvényes keretek között. A fórumon részt vett a polgármester felesége, Faragó Lászlóné is, aki összefogásra szólított fel, ugyanakkor szorgalmazta, hogy az adott városrészen bővüljön a térfigyelő kamerarendszer, városi szinten növekedjen a közterületfelügyelők száma, illetve a problémás területen létesüljön 24 órás szolgálatot adó konténeres rendőrőrs. Vasárnap este óriási hógolyócsata alakult ki Gyöngyös főterén. Igazi flashmobról beszélhetünk, hiszen a szervezők alig 2 óra alatt a Facebookon hívták harcba a játékosokat. A szervezők a biztonságra is figyeltek, a csapat tagja volt egy mentős is. Spontán ötlet alapján több gyöngyösi fiatal még novemberben úgy gondolta, hogy a Mi folyik itt Gyöngyösön sztorira építve valami egyedit, újat és maradandót kellene alkotni. Így született meg Heves megye legnagyobb hógolyó csatájának ötlete. A megvalósításig egészen február 10-ig kellett várni. A szervezők a hóesést látva délután úgy döntöttek, itt az ideje a csatának. 2 óra alatt több százan látták a felhívást a Facebookon, és több mint 100-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Este 8 órakor meg is kezdődött a havas csata. Láttunk ilyet máshol is, és ugye ez a Mi folyik Gyöngyös szállóige, és jótékony hatásai miatt úgy döntöttünk, hogy tényleg valami jó dolgot is csinálunk. És milyen programokkal készültök, hogyan fognak játszani a srácok, milyen szempontok alapján? Igazából húzunk egy vonalat, kicéloztunk egy célt magunknak, ez titkos, azt tudja, aki itt van, és gyakorlatilag amelyik csapat először átjut a vonalon úgy, hogy egymást dobáljuk, az nyer. Ilyen egyszerű. Az ötletgazdák a biztonságra is gondoltak, hiszen a csapattagja volt egy mentős is. Még novemberben megkeresték a gyöngyösi önkormányzatot is, hogy mi a módja egy ilyen rendezvénynek. Mivel hangosítás nélkül zajlott az esemény, ezért nem volt szükség semmilyen engedélyezési folyamatra. A város vezetésének az volt a kérése, hogy a főtér rendje és tisztasága megmaradjon, illetve hogy anyagi kár ne keletkezzen. A spontán buli nagy sikert aratott, 150 ember jelent meg és szórakozott egy nagyot Gyöngyös főterén vasárnap este. A Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség idén is megszervezi az öreg fiúk csapatok részére kiírt teremlabdarúgó tornáját. A városi sportcsarnokba tervezett eseményre február 12-ig lehet a nevezéseket leadni, tudtuk meg Kovács Róbert elnöktől. Mindig megpróbálunk rendezni az úgynevezett idősebbeknek is bajnokságot vagy kupát, ami valóban előttünk áll. Reményeink szerint február 23-24-én a városi sportcsarnokba tudjuk megrendezni ezt a tornát. Én bízom benne, hogy szép résztvevő létszámmal, és remélem, hogy nyilván a korosztályhoz igazodva, de valami hasonló színvonalú játékot produkálnak majd ott a csapatok, mint amit itt esetleg a döntő vagy az elődöntőkben láthattunk. A tornára már lehet jelentkezni, sőt, nem csak kizárólag a gyöngyösi kispályás öregfiúk bajnokságban szereplők adhatják le nevezési lapjaikat. A torna nem zárt, de az az igazság, hogy elég régen fordult elő, hogy alkalmi idősebbek csapata vett részt a tornába. Egyébként jelentkezni február 12-ig lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden csapatvezető már találkozott a versenykírással, rövidesen a kispályás honlapunkon is közzé tesszük ezt, és hát ahol lehet nyilván reklámot csinálunk ennek a rendezvénynek, úgyhogy bízom benne, hogy népes csapat számmal tudjuk ezt megrendezni. A Gyöngyösi Kispályás Szövetség tehát már várja a teremfocizni vágyó Old Boys csapatok jelentkezését. Részleteket a www.kispálya.hu weboldalon találhatnak az érdeklődők. Emeli bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti árát a MOL, a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára nem változik. Az emeléssel a gázolaj ára 431-432 forint lesz, a 95-ös benzin literenkénti átlagára 432-433 forint marad. A MOL február elejétől heti 2 alkalommal dönt az üzemanyag árakról, így már nem csak hétfőn, hanem szerdán is lehet korrekció. Szeptemberben elindul a pedagógus életpálya modell. A pedagógusok üdvözlik a bevezetését, ám béremelést is szeretnének.
Kiderült, az önkormányzati juttatásokat is átvállalhatja az állam a jövőben. Nem csak bértábla módosításról van szó, hanem a pedagógusok munkájának újraértelmezéséről, a pedagógusok minősítéséről, a munkaidő másfajta szabályozásáról és egy nagyon jelentős béremelésről, tette hozzá Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár. Egy egyetemi végzettségű kezdőtanár fizetése jelenleg bruttó 134 ezer forint, az életpálya modell életbe léptetése után a kezdőtanár bére 4 forint hiány havonta 200 ezer forint lesz. Gazdasági híreink végén pedig nézzük, hogyan alakultak a nap végén a budapesti érték tőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 412, a MOL 17685, az OTP 4699, a Richter 36470, a TVK 1750 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 19068 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 45 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Összefogással próbálnak megoldást találni a szolgáltatók a Felső-Mátrában rendszeressé váló áramszünetekre. Rekord adomány és rekordszámú bálozó. Új szívmonitort kaphat a kórház. Egy családi ház tetőszerkezete égett le Gyöngyöstarjánban ma hajnalban. A Szomszédok Egymásért mozgalom meghonosítását tervezik a gyöngyösi Felsővárosban. Közel 150 fiatal hógolyózott a főtéren vasárnap este. A hétvége is a mai nap eseményeinek összefoglalóját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, a viszontlátásra!